Nincs a napám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcső, se szemfedő, se csókom, se szerető. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium tanulói József Attila életének a sorsfordító verseit feldolgozó táncszínházi előadását mutatták be Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A tánc és költészet ötvözetében József Attila életének meghatározó költeményei kerültek bemutatásra. Nekem tervem volt, hogy ezt a darabot mi tovább játsszuk, és erre egy pályázati forrás lehetőséget adott, és ezért én megkerestem a környékbeli városok vezetőit, a művelési házak vezetőit, hogy esetleg van-e érdeklődésre. Én itt azt gondolom, hogy egy jó kapcsolatot ápolok az alapfokú művészetoktatás vezetőjével, Szarvas Szilvivel, és őnek is jeleztem, hogy nekem egy ilyen tervem lenne, és mondta, hogy ő ebben segít a gyerekeket, vagy a fiatalokat, a Bonyhád fiataljait egy kicsit összeszedni, és hogy megtekintessék az előadásunkat. Nagyjából végigmegyünk kronológiailag József Attila élet útján, és a legfontosabb olyan momentumokat megkerestem az ő életében, amelyek sorsfordítóak voltak, amely elvezette őt a végzete felé, én úgy gondolom. Úgyhogy talán megtaláltam azokat a pontokat, azokat a személyeket, azokat a múzsákat, azokat a verseket, amelyek gördítik a cselekményt és a dramaturgiáját a darabnak. Az előadásban megjelenik ugye a mama, József Attila kulcsfigurája a mama és a két nővére. Valamint az édesapja, aki ugye rögtön az első 5 percben távozik a családi posztjáról. És utána végül Vágó Márta, Gyömörő Judit, Kozmuca Flóra, Marton Márta, a meghatározó Szántó Judit, a 8. tartó élettársa meg is jelenik, és az ő hozzájuk kapcsolódó verseket próbáltam olyan ízbe feltüntetni, hogy van egy boldog, idilli kép, amikor még úgy nézett ki, hogy ez a kapcsolat ez gyümölcsöző, és miután történt egy szakadás, utána megmutatni azt az oldalát a kapcsolatoknak, amely végül véget vetett a dolognak. A felső évfolyamokat, szóval a 11-12-13. Évfolyamos növendékeink szerepelnek benne, valamint József Attila figuráját az iskola drámatagozatos növendéke Horváth Norman fogja megjeleníteni. Ugye ezt egy másik szereposztásnak, egy másik évfolyamnak lett elkészítve ez 2018-ban, szóval egy felújításról beszélünk, újabb, fiatalabb növendékeket kellett betanítani újabb, vagy ezekre a szerepekre, és én azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas, hiszen József Attilát azt gondolom mindenki olvas, a növendékek tanulják ezt az irodalom órán, ez egy nagyon jó együttállás azt gondolom az irodalomnak is, a költészetnek és a táncművészetnek is. Magamban bízom az elejétől fogva. A semmilyen sincs, nem is kerül sokba ez az ember. Semmivel se többen, mint az állatnak, mely elvön örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam. Születtem, elvegyültem, s kiváltam. Meg is fizettem, kinek hogyan mértem. Ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd teljen a kedvem. Sikáltam a hajót, rántottam az ampát, okos urak közt játszottam a bambát. A Bonyhádi és a Pécsi Művészeti Tanintézmények jó kapcsolatának volt köszönhető, hogy a darabot a bonyhádi közönség is megtekinthette, mondta Szarvas Szilvia táncpedagógus. A Tiszta Szívvel című táncszínházi darab 2 évvel ezelőtt bemutatott előadásában pedig 3 olyan diák is volt, akik Bonyhádon végezték el a művészeti alapképzést, majd tanulmányaikat Pécset folytatták. Hogyan alakult ki a kapcsolat, ez egy nagyon-nagyon régi történet. Egyrésztről régebben én is tanítottam a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, és azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk ezzel az intézménnyel. Másrészt nagyon sok végzős tanulónk, aki itt Bonyhádon az alapfokú képzésben tehetségesnek mutatkozik, Pécsre tanul tovább, illetve a pécsi tanárokat gyakran hívjuk a fél év, illetve évzáró alap megzáró vizsgáinkra vizsgáztatni. Tehát a kapcsolat az adott volt, és természetesen ők is figyelemmel kísérik a Bonyhádon folyó munkát, és lehetőség szerint mi is figyelünk rájuk. Ez egy nagyszerű lehetőség volt Szabó Márton, a Pécsi Táncművészeti Képzés tagozatvezető
vezetője keresett meg azzal, hogy pályázati forrásból el tudnák hozni ide ezt a Tiszta Szívvel című József Attila táncszínházi előadást. És hát nagyon-nagyon örültünk neki, hiszen a társas és modern tánc tanszakon 150 körüli a tanuló létszámunk, 150 gyermekkel akár Pécsre, akár Budapestre utazni, hát nem csak a színházi jegyárak, de az úti költségek is megnehezítik ezt a dolgot. Úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség volt, hogy itt a bonyhádi gyerekekkel egy professzionális előadást nézhetünk meg, ami számunkra nem csak azért nagyon közeli és nagyon élvezetes, mert hogy a modern tánc nyelvén fognak szerepelni táncolni ezek a fiatalok, hanem azért is, mert eredetileg ez az előadás 2 évvel ezelőtt az akkor végzős Pécsi Művészeti Szakközépiskola végzős osztályának készült, amelyben a 7 fő végzősből 3 bonyhádi volt tanítvány volt, tehát én akkor már ezt az előadást láttam, és nagyon örülök, hogy most ezt a többieknek, tehát a kisebb gyerekeknek is meg tudjuk mutatni. Példákat látnak, egy nagyon színvonalas, minőségi előadást látnak, én azt gondolom, hogy mind a táncot, mind az irodalmat kedvelők megtalálják itt ma a számításukat. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Eltörök és feltörök. Áldott földdel eltörök, s halált hozó fűtelek. Gyönyörű.